kiválóan kezdett, és már az első percben Mánya révén vezetéshez jutott a hazai alakulat 1-0. A Deac aztán feltámadta kezdeti sokból, és többször is veszélyeztettek, ám a védelem és Rigó eszén nem tudtak túljárni. A nyolcadik percben egy felhívett labdára rosszul mozdult ki a Deac kapusa, a lecsorgót pedig Serbán lőhette be könnyedén az üres kapuba, 2-0 lett az állás. A középkezdés után egyből jött a civis városiak válasza, Siska hozta feljebb csapatát, 2-1. Ezt követően ismét koronáztak a vendégek, a 16. percben Szentesbíró nem hibázott, és 2-2 lett az állás. Több gól nem esett ebben a felvonásban. Fordulás után is mindkét kapusnak akadt dolga már rögtön a második etap elején, majd Digónak kellett nagy bravúrt bemutatnia, ami után nehezen kelt fel a földről, de szerencsére tudta folytatni a játékot. Nem sokkal később agresszív védekezés után szerzett labdát a félpályán a Kecskemét, majd Mánya fordulásból kilőtte a jobb alsó sarkot a 28. percben 3-2. A félidő derekán a kapufa segítette ki a hazaiak portását kétszer is. Ebben a periódusban nagyon küzdött a Deac. 5 perc volt, már csak amikor létszámfölényes játékra váltottak a vendégek. Több nagy lehetőségük is volt, de gólt nem tudtak szerezni. A végjáték még tartogatott izgalmakat, ám foggal körömmel küzdöttek a győzelemért Kóskároly tanítványai, és megérdemelten nyerték meg végül a mérkőzést 3-2-re. A győzelemmel a Kecskeméti Gárda tovább erősítette a pozícióját. A célkitűzésünk nyilván először az volt, hogy jussunk a felsődbe. Mm, gyakorlatilag ugye ez megtörtént, és úgy célokat kellett kitűzni. <coughs> az első és legfontosabb az volt, hogyha lehet egy kis pontelőnyel menjünk be a rájátszásba, ez abban az esetben válhat rendkívül fontos mert egy pont az ne, azt mondjuk, hogy az csekély különbség, de ha az egymás elleni mérleget nézzük, akkor lehet, hogy ez egy pont nagyon sokat fog érni. A vezetőedző hozzátette, bízik abban, hogy a Kecskeméti csapat a 10 forduló után játékban marad, és esélye lesz megtartani a negyedik helyet, vagy akár még éremért is indulhat a rájátszásban.